A Polgári 60ért közhasznú alapítvány összefogva a térségi iskolákkal idén tizedik alkalommal szervezte meg, hogy alsós diákok karácsonyi témájú rajzainak másolatát egyedül élő, szépkorúaknak ajándékozzák. Többek között a nagyrédei, horti, boldogi iskoláskorú gyermekek is csatlakoztak a felhíváshoz. Ezt megköszönve számukra ajándékkal érkezett Szabózsolt, a térségország gyűlési képviselője. Karácsonykor senki sem lehet egyedül. Most az általános iskolák, ahonnan a rajzok bekerültek, ott vagyunk, és itt vagyunk Boldogon, előtte Horton voltunk és Nagy Rédén, és egy rajzcsomagot kapnak rajzórára a gyerekek, illetve a hűtőmágnes készült a rajzaikból, amelyeket mindenki visszakap. Nagyon boldogok ilyenkor az idős emberek, hiszen ajándékot kapnak, nagyon örülnek neki, és hát nagyon örülnek a gyerekek is, hiszen kapnak egy szép hűtőmágnest, és hát valamit tehetnek. Valamit tehetnek karácsonykor azért, hogy legyen boldogság és békesség minden házban, minden családnál. Én nagyon áldott karácsonyi ünnepet kívánok, mindenkinek köszönöm, aki rajzol, dolgozott, pedagógus kollégáknak, Gyerekeknek és azt kívánom, hogy a jó Isten tartsa meg a szokásukat. Advent és karácsony idején Kiki a maga módján fejezi ki szeretetét. A Szent Karácsony Gyermekrajz pályázatra idén is kimagasló közel 2000 rajz érkezett, melyeken keresztül közelebb hozzák egymáshoz a két generációt újra, megédesítve egy kicsit az ünnepet az egyedül élő időseknek.